Így épült 1964-65-ben a nyíregyházi vasbeton szerkezetű magas tároló. Ezen az 1973-as képen már teljes pompájában látszik az egy évvel korábban üzembe helyezett víztorony. Ma már így néz ki, az elmúlt 60 évben eddig két nagyobb felújításon esett át, kettől újra elkezdik felállványozni az épületet. A víztoronynak elsősorban kiegyenlítő szerepe van a víziközműrendszeren, a térségben 14 települést lát el egészséges ivóvízzel, mintegy 140 ezer embernek biztosítja a mindennapi szükségletét. Ez az elem, ez folyamatosan karbantartott volt, tehát jelen pillanatban is tökéletesen teljesíti a dolgát, tehát a biztonság nincsen veszélyben. Viszont elérkezett az idő, amikor a hosszabb távra gondolva nem javításokkal, karbantartásokkal, hanem egy jelentős lépést biztosító felújítással szeretnénk ezt a jövőben működtetni. A felújítás kívülbelül meg fog újulni a víztorony, a belső víztereket, mind a két vízteret felújítjuk, megújul a külső rész, a héjazat, kijavítjuk, illetve kijavítatjuk, a nyertes vállalkozó fogja elkészíteni a felületkezeléseket, nyílezáró cseréje lesz, a járófelület cseréje lesz, parkosítunk, kerítést megújítjuk, tehát gyakorlatilag egy nagyon szép víziközművet fogunk visszakapni, és a természetesen a színezést sem fogjuk elhagyni. Olyannyira, hogy a 43 méter magas, 20 ágú csillag alakú köpeny csontszínű festést kap, amelyet díszkivilágítással is ellátnak majd a város egy-egy jeles napja alkalmából, de a belső rekonstrukciónak köszönhetően egy kisebb kiállító teret is kialakítanak benne. Mindezt 338 millió forintos, a vízközmű fejlesztési és ellentételezési alapforrásaiból biztosítják. 2023. decemberében következett be olyan lehetőség, hogy a Nyírségvíz ZRT egyrészt ázsius tőkeemlést kapott a Nyíregyháza-Medjugóváros önkormányzatától, 2,5 milliárd forint összegben, ez stabilizálta a cég működését, és ugyanebben a hónapban, tehát 2023. december 13-án pontosan két energiaügyi miniszteri rendelet jelent meg, az egyikben a nem lakossági felhasználók díját országos szinten egységesítette a rendelet, tehát ettől eltérni nem lehet. Cégünknél összesen éves szinten 5,5 milliárd forintos többlet díjbevételt jelent. És van a másik rendelet, ahol pedig kötelezettséget rottak a víziközműszolgáltatókra, többek között ránk is, hogy 2024-ben 5 milliárd összegű pótlás, felújítás, fenntartási feladatokat kell elvégezni. Ez a kötelezettség nagyon kedves számunkra, hiszen mi is ezt terveztük nagyon régóta, mivel források most már rendelkezésre állnak, és emellett még van egy víziközmű fenntartási és fejlesztési alap, amiben még támogatást is kapunk a működésre, illetve további fenntartási feladatok elvégzésére. Tehát 2024-ben egyrészt egy 5,5 milliárdos bevétel, ami rendelkezésünkre áll, másrészt pedig negyed évente 611 millió forintos ellentételezési támogatás, ami éves szinten 2,4 milliárd forintot jelent. A hétfői sajtónyilvános rendezvényen aláírták a közbeszerzésen nyertes kivitelező céggel a szerződést, ezzel el is kezdődött a munka. Az építőipari vállalatnak az idei év december végéig kell elkészülnie a rekonstrukcióval. A sajtóeseményen a vezérigazgató hozzátette, a lakosság a felújítás zajain kívül más kellemetlenséget nem fog érzékelni, a vízellátás zavartalan marad.